Térségünk egyetlen gimnáziuma Mohácson található. Az 1935-ben alapított Kisfaludi Gimnázium közkedvelt iskolája a fiatal generációnak. Ma is sokan választják, főként speciális angol és német osztályai miatt. Az iskola élete manapság igen pezsgő, túl vannak a szallagavaton, jön a félévi bizonyítvány, na és a felvételi. A felvételik most a hétvégén 18-án lesznek, és 17-én viszont le kell zárnunk majd a diákoknak a jegyeit, tehát azt hiszem a pedagógusok egyáltalán nem pihenhetnek ezen a héten. Az elmúlt hetek a munkáról szóltak amellett, hogy közben volt iktatva egy téli szünet, hiszen aki egy kicsit szebb jegyet akart elérni fél évkor, az kérte a pedagógusát, hogy felelhessen, vagy a pedagógus éppen a kétes állt a gyerek, mindenképpen feleltette, és hát készültek azok a nyolcadikosok is, akik éppen a felvételre készülnek, gondolom ők már hosszú-hosszú hetek, hónapok óta, és erre módot és lehetőséget is adott a gimnázium. Így van, lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a diákok nyelvi előkészítő vagy nyelvi ismerettség révén beülhessenek a gimnáziumba, és igazából nem is pont a felkészítésben segítettünk nekik, hanem annak az eldöntésében, hogy a sok-sok ajánlott tagozat közül melyiket is válasszák, melyik a számukra kedvező, illetve próbáltuk őket egy kicsikét fölzárkóztatni. Persze, amikor látják ezt az interjút, akkor már túl lesznek ezeken az írásbeli dolgokon. Magyarból, matematikából írják a központi írásbeli felvételit. Mennyire nehéz ez a feladatsor általában? Az elmúlt évek tükrében mondhatjuk-e, hogy egy magas nívót, egy színvonalat képvisel? Hát szerintem mondhatjuk azt, hogy egy magas nívót, illetve egy színvonalat képvisel, bár mi az elmúlt 10 évben nem tartottunk felvételi vizsgát, úgy éreztük, hogy elegendő az, hogyha gyerekeket a hozott pontok alapján, tehát az érdemjegyeik alapján iskolázunk be, de úgy éreztük, hogy legyen egy kihívás a gyerek számára a felvételi, és bízunk benne, hogy ezáltal még több gyerek fog ide jelentkezni hozzánk. Persze a létszámokat meghatározza azt, hogy milyen egy demográfiai időszak. Hát jelen pillanatban nincs sok gyermek, azokból kell válogatni gyakorlatilag, akik rendelkezésre állnak, de hát ezért egy gimnáziumnak meg kell adni a színvonalat szintén, tehát gondolom a legjobbak fognak ide kerülni. Hát nagyon bízom benne, hogy a legjobbak fognak ide kerülni. Hát ahányan az írásbelire jelentkeztek, azzal a létszámmal meg lennénk elégedve, hogyha azokból mindből mi tudnánk válogatni, de ilyenkor mindig ott van a háttérbe, hogy vannak még más középiskolák, akik szintén hasonló feltételeket szabnak, és mivel mi vagyunk itt a környéken, az egyetlen olyan intézmény, akik központi felvételi írásbeli tartanak, ezért mindenki hozzánk jött írni. De én bízom benne, hogy az iskolánknak van olyan hírneve, hogy a többség azért mégiscsak ide fog jelentkezni. És akkor ez alapján talán tudunk egy kicsikét előre kalkulálni a létszámokban. Mi befolyásolja még a felvételt? Tehát amellett, hogy megírták a két felvételi lapot, és ennek van egy bizonyos pontszáma, befolyásolja mondjuk az, hogy más tantárgyakból milyen jegyet kapott a gyerek, mondjuk 8. fél évkor vagy 7. Hát természetesen, mert nem csak a felvételi pontok alapján fogunk dönteni, hanem a 7. évvégi és a 8. félévi elsősorban kötelező érettségi tárgyak átlagait fogjuk figyelembe venni. Ebből lehet összeszedni 50 pontot, és úgy fogjuk értékelni majd a felvételi pontszámot, hogy a százalékok alapján ez összesen 50 pontot jelenthessen a diáknak. Mm-hmm. Tehát akinek annyira nem sikerül hirtelen ez a felvételi, de jó jeggyel érkezett, annak természetesen elég sok esélye van arra, hogy bejusson a gimnáziumba. Hány osztályt terveznek indítani? Persze minden a létszámtól függ, de azért vannak koncepciók, vannak elképzelések, vannak úgynevezett speciális osztályok. Így van, hát nagyon szeretnénk, hogyha 3 osztályt sikerülne beiskolázni, de azt hiszem ez túlságosan nagy remény. Ha 2 sikerül beiskoláznunk 2 9. évfolyamot, akkor azt mondhatjuk, hogy elégedettek vagyunk. Nagy jelentkezés volt tavaly, és nagy érdeklődés a nyelvi előkészítő iránt, mind a kezdő, mind az angolra, tehát itt föl tudtuk simán tölteni a létszámkeretünket, illetve mivel a németet tanulják a legtöbben itt a környező általános iskolákban, az emelt szintű német képzésre is volt igény, és ezt a képzési típust egy kicsikét természettudományos tárgyak viszonylag magasabb óra számával megnöveltük, ez talán egy kicsikét az érdeklődést jobban fölkelti majd. Ez ugye bár egy plusz évet jelent. Hát most egy két dologról beszéltünk, így van. A nyelvi előkészítő az egy plusz évet jelent a diák számára, mert az első évben kiemelkedően magas óraszámban tanulják az idegen nyelvet. Heti
18 órában idegen nyelvoktatás folyik, ebből 15 a célnyelv, az angol nyelv, és 3 órában már elkezdik a német nyelvet, és mellette már nagyon kevés tárgyra kell neki központosítani. És ennek a tagozatnak még egy előnye van, mert az informatikát mind ezen a kezdői folyamon, mind pedig később is magasabb óraszámba tudjuk a diákok számára biztosítani. Mert mindig azt mondják, hogy az informatikát azt nem kell tanítani, mert a gyerek az magától is megtanulja. Hát én úgy érzem, hogy az internetet használni azt megtanulja, de nem tudja úgy kezelni, amely számára előnyös és kedvező, és igazából az informatika az nem csak internetből áll. Amikor elkerülnek a diákok a felsőoktatásba, akkor ott nekik jól kell tudni alkalmazni a Word-öt, az Excel táblákat, sőt, bemutatókat kell készíteniük, és ehhez igazából a heti 1 óra az nagyon kevés. Mi ezt próbáltuk egy kicsikét megemelni. És olyan szempontból is nagyon jó ez a plusz év, hogy a diáknak pontosan 1 éve van arra, hogy rendesen, alaposan fölkészüljön egy idegen nyelvre, és akkor utána, későbbiek során neki már ez megvan. Tehát nem kell mellette 1 évig más tárgyakat komolyan tanulni. Mondhat is azt érzik egyet, azzal az 1 évvel bepótol valamit, és utána indulhat az a 4 év, ami eleve penzuma egy gimnáziumnak. Az egyetlen gimnáziumról beszélünk e térségben. Azt hiszem, hogy ez egy óriási kihívás is, és meg kell felelni ennek a szintnek. Hát igen, ez egy nagy kihívás. Hát igyekszünk megfelelni természetesen, amennyire csak lehet. Az a szerencsénk azért, hogy nagyon sok szülő ezt így is látja, főleg azok a szülők, akik korábban itt végeztek, azok nagyon elégedtek, és hagyományként szeretik idehozni a diákjaikat. Azért nekünk is vannak versenyeredményeink, szép tanulmányi eredményeink, de természetesen befogadjuk a gyengébb diákot is, mert azt mondjuk, hogy érettségére azért mindenkit el kell, és el is lehet juttatni. Persze más ez az érettség, mint volt a 70-es, 80-as években, de más ez a világ is, más kihívásokkal jár, és az imént említett nyelv és informatikai oktatás épp a kor elvárásainak felel meg. Így van. A 2008-as években volt egy olyan kormánypolitika, hogy minden egyes diákot el kell juttatni az érettségig. Hát ebből most egy kicsit visszavettek azáltal, hogy a tankötelezettség most nem a 18. évig szól, hanem csak a 16. életévig, de úgy érzem azért, hogy manapság az érettségi, az egy alapműveltség, tehát mindenkinek szinte szüksége lenne erre a képzési típusra. Hát a színvonal nyilvánvalóan egy kicsikét csökkent, mások az elvárások természetesen, de azért még mindig megvan a rangja, mert igazából a továbbtanulást az érettségi támogatja. Így van, ez a belépő egy egyetemre, egy főiskolára, enélkül nincs belépés, és ha már megvan, akkor pedig nagyon fontos, hogy milyen alapokat kapott az adott intézmény, az adott gimnáziumban a diák. Így van, nagyon fontos, hogy milyen alapokat kapott a diák. Hát szerencsére olyan visszajelzéseink vannak, hogy elégedettek a diákok az itt tanultakkal, sőt sokszor elmondják, hogyha nem jártak volna külön fakultációra, amely 11-től választható, akkor sajnos nem sikerült volna nekik úgy az ottani bentartózkodás, illetve a továbbhaladás, mint ahogyan ők ezt elképzelték. Tehát mindenképpen szükség van arra, hogy 11-12-ben a választott pályának megfelelően a diák heti 2-szer 2 órában válaszol valamilyen fakultatív foglalkozást, mert valójában ez készíti fel a plusz dolgokra. Nagyon sokat változott a világ, így az oktatás rendszere is, az új tanévben már államilag fenntartottak az iskolák javarészt. Mennyire érzi meg általában a pedagógus, a diák és mondjuk a szülő ezeket a változásokat, vagy épp az iskola vezetés arra törekszik, hogy ebből semmit se észleljen? Hát így van, arra törekszünk, hogy ebből semmit se érezzen a külső ember. A diák az persze nem külső, de hát őnek is sem szabad ebből semmit sem érezni, és úgy érzem, hogy ebből nem sok mindent érez. Esetleg a tanároknak a feszültségi állapotán lehet valamit érzékelni, mert azért az átállás az nem volt olyan egyszerű. Jó végigmenni az iskola folyosóján, látni a tablókat, érezni azt a tradíciót, azt a kisugárzást, amit ez az intézmény az elmúlt évtizedekben jelentett ebben a városban és a térségben. Mondhatni, a kisfalu, de nagyon szép rangja van. Így van, ezt mi is úgy érezzük, és szeretnénk a továbbiakban is megtartani. Tényleg nagyon szép öreg tablóink vannak, és ezekre nagyon büszkék vagyunk. A tablóknak a minőségét próbáljuk egy kicsikét most úgy megőrizni, hogy a diákjainknak köteleztük a matroszblúzban való fényképezkedést, ezáltal is egy kicsikét egységesíteni a diákokat. Mondjuk ez egy ötvözete a modern kornak és a régi tradícióknak. Kinek az ötlete volt?
Hát elsősorban az én ötletem volt, mert nagyon sok probléma volt a korábbi évek fotózásaival kapcsolatban. Nem szeretem az divatlapokra tartozó tablóképeket, és nehezen tudtunk a diákokkal megegyezni, és hogy egységessé váljon, ezért a Matolosz busz idei évtől kezdődően kötelező, és aminek nagyon örülök, hogy a diákok egységesen elfogadták, sokkal kevesebb probléma volt velük, mint tavaly, amikor nem kellett Matolosz buszban fényképezkedni. Mivel nincsen az iskolának egyenruhája, és igazából hát nem is teheti az ember kötelezővé, de úgy érzem, legalább Matolosz busszal legyen valamilyen kötődés, valami szimbólum azért, hogy ehhez a gimnáziumhoz tartoznak. A Kisfaludiba jelentkezők azóta túl vannak az írásbeli felvételén. Január 29-én az érintettek betekintést nyerhetnek a kijavított vizsgalapokba, és észrevételt is tehetnek. Reméljük, sokan fognak örülni, hogy felvették őket Mohácsra, a Kisfaludi gimnáziumba.